Vetettem fűmagot. Pár szép nap, és a sűrű mag kikel, esőben ülne pázsitot nevel. Április ugye nem kertészol, de szinte tökéletesen megadja a fűvetésnek a technológiáját. Ehhez a telepített gyephez, az angol pázsithoz bizony szakértelem kell. Régi barátomat, Bajor Károlyt kértem meg, akivel a kutatóban dolgoztunk még együtt. Árulja már el nekünk, hogy lehet ezeket a meghibásodott beteg gyepeket helyre tenni, ha nem is mindig biomódszerekkel. 8 évvel ezelőtt dolgoztunk rosszul, mert a nem kellő talaj előkészítéssel és talaj minőségből fakadóan látunk itt hibákat. A legtöbb kertben igen nagy probléma a mohásodás. Itt láthatjuk, és ennek oka valószínűleg az, hogy az alul erős agyagtalaj, amely nem engedi át a vizet, pangóvizet eredményez. Továbbá a rózsa sokkal több vizet kapott, mint amit a fű képes lett volna, így a fű kipusztult, helyére a mohának került olyan mikroklimája, amely a fejlődését ilyen intenzíven megindította. Ezen a hibán úgy tudunk segíteni, hogy ezt a szellőztető fésűvel meghúzzuk a talajt két irányban is, ezáltal föl tudjuk szaggatni a talajban lévő mohát, és levegőt, illetőleg párologtatási utat biztosítunk a agyak következtében pangó víznek. Majd, amikor ezt a műveletet elvégeztük, a üres foltokat fűmag és komposzt keverékkel fölülvetjük, kissé letapossuk, és ismét helyre tudjuk állítani ezt a foltot. Szép virág, szép növény. Györfi Sándor barátom még salátának is ajánlja a biokertészet céljaiból. De nekünk sajnos van, nagyon rontja a gyepet, és ha elszaporodik, jóformán írmagja nem marad a fűnek. Védekezni jóformán csak mechanikusan tudunk. Idősebbek még emlékeznek az acatolóra. Ezzel nagyon ügyesen ki tudjuk bökni a jelen esetben a gyermekláncfűvet. A kétszikű gyomokkal csak vegyszeres úton tudunk védekezni. Ahhoz, hogy kellő eredménnyel járjon maga a vegyszerezés, meg kell várni, hogy a gyomok egy bizonyos fejlettségi állapotot elérjenek. Miután a gyomirtást elvégeztük, egy-két nap várakozás után ismét elővesszük a bűvös szerszámunkat, ezt a bizonyos szellőztető fésűt, kigereblézzük a gyepből az elpusztult gyomokat, föllazítjuk a talajt, ezután jöhet a fűmag felülszórása, ezt követi a komposzttal történő felülszórás, majd egy hengerezés, és utána jöhet a víz.